Oké, akkor most a Kollárovics Attilának válaszolok megint, mert ugye azt ajánlja a végén, hogy töltsek minél több időt a családdal, ezt úgy tudom megoldani, hogy amikor ő kommentel, akkor nem pötyögök, hanem csinálok egy videót. Szerintem gyorsabban túl leszek rajta. Tehát Szilvi, nem követlek rendszeresen, mert nem akarok kimozdulni a belső békémből, ez érthető. De most hallom, hogy nem is veszítettem sokat, mert még mindig az oltás ügy. Hát, ha majd jön megint ilyesmi oltáskényszer, akkor lehet, hogy ennek lesz újra relevanciája, aztán mindenki eldönteti, hogy mit akar. Ugye, mert a végén azt írod, Attila, hogy ezért, hogy azt mondja, hogy ezen a csodálatos, a minden nap ajándék, ezen a csodálatos, gyönyörűséges földi létezésben, ha el nem asszuk, ugye bár, hát akkor én azt javasolnám, hogy foglalkozunk az oltás kérdéssel, mert azok az emberek, akik ezt az oltást nyomják, ezek ugyanazt, ugye egy időben abban is hisznek, hogy túl vagyunk népesedve, ennek önmagában volna, hogy mondjam, milyen ébrezgető relevanciája. A nagy világháborúra való készülés. Hát könyörgök, amit most zajlik, az mi? Tehát, hogy tényleg az, hogy az emberek megkérdezés nélkül az ő adó, hogy hívják őik az adójukat, azokat tolják bele mindenféle fajta fegyveres konfliktusokba, olyanokba, amiket egyébként lazán meg lehetne oldani, akkor, hogyha ez nem állna érdekében olyan embereknek, akik igazából ilyen pszichopatáknak, akik magasul. Hát ugye Kennedy elnök még annó beszélt erről a Military Industrial Complexről úgynevezett. Az isteni Kenneth vagy nem Kenneth a téma. Hát ne, én próbálok segíteni azoknak az embereknek, akik még benn vannak a rendszerben, vagy már ki vannak a rendszerből, hogy ne kövessék el ugyanezt a hibát még egyszer. Tehát, hogy beszéljünk tisztán, tehát térjünk vissza, úgymond a valós definíciók, az igazából ennyi lenne ennek a célja. Én sem szeretnék ezzel hosszan foglalkozni, csak ez is van, amikor az ember így hirtelen megért valamit, hogy összeáll végre a kép, különösen egy olyan dolog van, ami több évtizede úgymond elvett az életéből kvázi. Akkor szerintem ezt érdemes megosztani, hát segít valakinek. Egy dologhoz szólnék hozzá, ami érdemleges számomra. Hallom, hogy eljutottál oda, hogy az Isten végtelen intelligencia, azonnal kijavítottam magamat utána, hogy ne legyünk személytelenek, mondtam én, hanem egy végtelen intelligenciával rendelkező, nagyon is személyes lény. Tehát olyan, hogy intelligencia az szükségszerűen személyes kell, hogy legyen. Én szerintem. Tehát, hogyha ezt így filozófiailag ebbe belegondolunk, vagy akár csak logikailag, azt mondjuk, hogy intelligencia, az intelligencia, mint olyan, nem lehet személytelen. Tehát az intelligencia az egyszerűen az szükségszerű, hogy legyenek neki kvázi személyes attribútumai. Tehát legyen ön tudata, legyen önazonosság tudata, önazonossága, legyenek szándékai. Legyen elképzelése, ugye? Ha valaki tud gondolkodni, hát maga Descartes mondta ezt, ugyebár. A gondolom, hogy Descartes, remélem, hogy nincsen semmi baj. Így filozófiailag azt mondta, gondolkodom, tehát vagyok. Tehát, hogyha egy valaki egy intelligencia, akkor az mindjárt egy ember is, vagy egy, mondjuk így, hogy személy. Jó. Ami egyébként összeegyezhetetlen a Biblia istenképpel, ez, ismerem ezeket, hogy hívják okot, igen, a Richard Dawkins, meg az összes többi ilyen majom mondják ezeket, hogy tehát olyan gyűlölettel tudják gyűlölni ezt a nem létező Istent, hogy az olyan elképesztő. Marx is ilyen volt egyébként. Ugye? Tehát, hogy a Richard Wurmbrandnak a munkásságából, könyveiből, hát munkássága, hát tapasztalataiból mondjuk így, amikor egy romániai kommunista börtönben ugye tehát szétkínozták meg, mit tudom én, és ugye olvasni meg csak Marxtól volt neki szabad, és így azon kevesek közé tartozott, aki mindent elolvasott Marxtól, és a képbe volt, képbe került az, hogy ki is volt az ember igazából, és ott is írt, tehát a Marx is írt valami ilyesmit, hogy a legfőbb célom az, hogy letaszítani azt, aki mindenek fölött trónol, vagy valami ilyesmi volt, ahogy fogalmazott. A felesége Marxot úgy szólított, hogy főpapom. Jó, tehát a Marx sem az volt, akinek mi őt gondoljuk, nem egy fene nagy közgazdász, meg aki megértette az osztályharcot, meg megértette a tőke természetét, meg ez mind szép és jó. Probléma azzal van, hogy milyen megoldást kínált mindenre. És ez a megoldás ezután hova vezetett, úgymond. Ugye? Jobb lett volna a világ Darwin meg Marx nélkül. Sokkal jobb lett volna. Azért az nem volt egy lányálom. Ugye Attila, te idősebb vagy nálam, tehát pontosan tudod, hogy milyen az a kommunizmus. Meg az ateizmus egyébként. Tehát a fajelmélet, ami a darwinizmusból ered,
az evolúciót, a megint csak ugye nyilván a Darwinnak a találmánya, és ez is már érdekes, hogy visszavonta az egészet, ugye állítólag a halálos ágyán, és ugye templomban van eltemetve. Tehát, hogy úgy halt volna meg, mint ahogy ezt képviselte ezeket a dolgokat kvázi életében, akkor nem temették volna a templomba. Tehát igen, tehát ismerem ezeket, ezeket az érveket, hogy nem lesz rövidebb a izé, csak kevesebb, hogy mondjam, kevésbé lesz számomra mentálisan megterhelő. Mert így el tudok minden olyan dolgot mondani. Mert amikor össze kell szedni az embernek magát, ugye nekem nem erősségem az összeszedettség, ugye, mint az valószínűleg kiderült már. Tehát ott tartottam, hogy ismerem ezeket az érveket, hogy Isten az egy ilyen, mit tudom én, ez egy ilyen genocidium, meg mit tudom, ilyeneket követett el, meg minden, meg hogy micsoda parancsai voltak, meg például nem szabad paráználkodni, micsoda dolog ez, csináld azt, ami jól esik, meg mit tudom én. Hát ezek olyan dolgok, ezek olyan parancsok, hogy hosszú távon. Bocsánat, igen, tehát, hogy vannak ezek az érvek, hogy Isten felszólította, hogy nyírjatok ki mindenkit, ezért még az állatokat se hagyjátok életbe, stb. Azt szeretném mondani, nem mondom azt, hogy mindent értek, nyilvánvalóan mindezekből, de amennyire értem ezeket a dolgokat, tehát itt az volt a probléma, ennek van egy külön tudományág egyébként, ugye, ami arról szól, hogy tehát létezik egy ilyen, most nem emlékszem pontosan, de van ennek egy tudományos, az, ha jól emlékszem, latin neve. Tehát az, hogy az ember vagy állat kivel üzekedik először, az tesz rá egy úgymond, van egy ilyen úgynevezett imprinting, erre a szóra még emlékszem, de a magára tudományos ezért nem. Tehát magyarul megváltoztatja a génállományát úgymond olyan szinten, hogy még akkor is, hogyha nem termékenyült meg tőle, de amikor, tehát most mondok egy példát, csak hogy egyszerű legyen, tehát van mondjuk egy angol telivér, igen, és azt meghágja egy mit tudom én, egy shire horse. Tehát ez egy ilyen nagy, nagy, nehéz, hidegvérű ló, ugye, tehát ha túléli, és nem rogyik össze alatta, akkor utána amit az angol telivér kanca utána utódoknak életet fog adni, még hiába párosztatott később utána angol telivér, hogy hívják a ménekkel, akkor is bennük lesz ez a fajta hidegvérű valami. Tehát ilyen jegyeket fognak mutatni. Ezt mondom, tehát az állattenyésztésben ezt már a középkorban fölismerték, ha jól tudom. Vagy már tehát nagyon, tehát évszázadokkal ezelőtt. Na most embereknél ez ugyanígy megvan. Hogyha olyan van, ugye ez még tiltva van a Bibliában, a bestialitás tiltva van, tehát az, hogy a emberként úgymond ne közösüljön az ember állatokkal. De még az is megvan szabva, hogy például ilyenek is vannak, úgymond, hogy nem lehet például két lánytestvért egyszerre úgymond elvenni. Ez is már érdekes, mert ez a mózesi törvényben van benne. Szóval ez érdemes volna utána nézni, hogy ezek közül mi az, ami csak Izraelnek szólt, úgymond csak annak a szövetség népének, akiből aztán, akik közül úgymond a messiásnak származnia kellett, és hogy ezt valamilyen szinten, ezt a brigádot valamilyen szinten genetikailag tisztán tartani körülbelül. Tehát hogy ez volt a cél, ugye a Noé özönvíze előtt, hogy az Énok könyve is leírja, meg sok más ilyen, hogy hívják, ránk maradt. Ugye vannak a fáraóknak, vagy mi ez, az régi egyiptomiaknak ezek a piramis ábrázolásai, meg minden más egyében ábrázolások, ilyen templomokból, meg én nem tudom, konkrétan mindenféle kimérák vannak benne. Tehát olyan, hogy ember teste van, de mit tudom én, krokodil feje, vagy sakál feje, vagy madár feje, szóval vannak nagyon érdekes dolgok. És ezek ugyanolyan ábrázolások, mint ahogy a fáraót ábrázolják meg az alattvalóit. Tehát mi így mondjuk, mint nagyon-nagyon okos emberek, akik sokkal okosabbak vagyunk azoknál, akik előttünk értek, azzal a kivétellel, hogy mi egy generáció alatt kinyírunk minden életet a Földön, ha így megyünk tovább körülbelül. Tehát, hogyha így használjuk például a rovarirtószereket, mint ahogy most, így szennyezzük a világtengereket, ahogy most, meg ilyen mennyiségben jutottunk például alumínium gyártás során keletkező melléktermékeket a feltalajba, meg a vizekbe, felszíni vizekben, akkor itt nem azt mondom, hogy egy, de talán két generáció alatt szerintem teljesen élhetetlenné válik ez a Föld. Mint hogy ez lenne a cél. Mint hogy az egész, és hát ugye, hát akkor nem beszélve még ilyenekről, ugye, hogy volt ez a Georgia, nem tudom miért, ugye, így olvasta föl valaki egy videóban, mint látom, ez a Georgia irányutató kövek,
Azon is ugye mi volt az első, ha jól emlékszem, hogy tartsd az emberiség létszázamát 500 millió alatt. Ugye Jordan Peterson nagyon pont világosan egyértelműen megmondta ezt, hogy ez az egyik a leggyilkosabb izé, amit mondani lehet. Mert aztán akkor mégis hogyan képzeljük ezt el? Ezt két módon lehet megvalósítani, gyorsan vagy lassan. Lassan úgy lehet megvalósítani, hogy sterilizálunk minél több embert. Ugye rengetegféle módszer van, az egyik legnépszerűbb mostanában az, hogy azt mondani a gyerekeknek, hogy biztos vagy te abban, vagy fiú vagy vele. Tehát biztos, hogy te az vagy, ami vagy. És akkor, na, akkor csináljunk egy jó kis nem vártam műtétet, amit utána aztán nem lehet visszacsinálni. Mondom, én találkoztam én emberekkel, ültem ilyen emberek mellett, akik megcsinálták ezt még viszonylag fiatalon, stb. Aztán, amikor vissza akarták csinálni, akkor boldogan megcsinálta nekik a brit egészségügy, aztán amikor visszaszerették volna csinálni, mert úgy, hogy van megbánták, akkor aztán azt viszont nem, ott meg nem segítettek egyáltalán. Tehát ott meg, na arra nem voltak hajlandók. Tehát ez mögött egy agenda van. Tehát ez az egyik módszer, a gyorsabbik módszer, pedig nyilvánvalóan kinyírni mindenkit, például oltásokkal, miért ne, ugye? Aki foglalkozott ezzel érdemben, az pontosan tudja, hogy a sima úgynevezett kötelező gyerekoltások is eszméletlen, hogy mi ízét okoznak, mi szenvedést okoznak. És ha csak azt nézzük, hogy autistává válik valaki, hát akkor az, hát azért az önmagában egy, hogy mondjam, eléggé, az nem valószínű, hogy annak gyerekei lesznek például. Tehát aki állandó ilyen kezelésre szorul, állandó felügyeletre szorul, az nem nagyon valószínű. Hogy gyerekeket fog látni. Ugye meg kellene nézni a dokumentumfilmeket, a Vaxed 2XL, ugye az egy nagyon érdekes ilyen volt, ugyanak volt minimum egy következő része, az is nagyon érdekes volt. Ja igen, tehát visszatérve ezekre az érvekre, igen, tehát hogy genocidium, tehát hogy Isten az idén. Na most nem, itt arról van szó, hogy egyszerűen tisztán akarta tartani, amennyire én ezt értem, az emberi genomot egyfelől, másfelől meg nem szerette volna, hogy ugyanolyan állapotokba süllyedjen az egész emberiség, mint amilyen volt az özönvíz előtt. Az özönvíz, mint mítosz, mondjuk akkor így rendben van, de miért van az, hogy az összes kultúrától függetlenül, lokációtól függetlenül mindenhol megtalálható? Ja, a régi civilizációknak a mitológiájában az özönvíz, mint olyan. Miért van ez? Mint ilyeneknek, nyilvánvalóan valamiféle alapja kellett, hogy legyen. Valami tényleg története. Ja. Tehát ha most a mi dolgainkat, amit most mi így, amit tegyük föl, hogy hívják könyveinket elolvasnám, mondjuk néhány ránk következő néhány generációval élő ember elolvasna azt, hogy a mi földrajz könyveinkben mi van, meg a mi biológiai könyveinkben mi van, azt fognak rá, hogy ezeknek az embereknek mitológiája van. Ugye? Ugye? Ugyanúgy, mint másoknak. Azzal a különbséggel, hogy a mi mitológiánk, ami a mi mostani az oktatási rendszerünkben, a földrajz könyveinkben, meg a biológiai könyveinkben, sőt, még a történelem könyveinkben is benne van, ez olyan kevés, hogy mondjam, ponton érintkezik a valósággal, hogy erre azt mondanák, hogy ezeknek az embereknek nagyon-nagyon béna mitológiájuk volt. Elmondanám, hogy vannak olyan eredeti Indiában van, hogy a mai napig az emberek tényleg hisznek az ő eredet mítoszaikban, nem tudom én, csak ugye az a különbség, hogy ugye ez mutatis mutandis, annak több értelme van, mint például a modern kozmológiának, illetve az evolúciónak például. Vagy akár mondjuk így az ateizmusnak. Egyszerűen több értelme van az indiai őzének. Igen, igen, aki komolyan, tényleg komolyan gondolja ezt az egész, akár a hindu vallást, vagy a buddhizmus, vagy akár. De szerintem egyébként a legadekváltabb az továbbra is a bibliai világnézet. Tehát tényleg az van, hogy akárhányszor az van, hogy valamiben az ember így beleakad, és elég idő eltelik, meg mit tudom, és nyitottan áll hozzá, ezek így ki? Hogy hívjákolódnak maguktól? Úgy mondom, hogy nem maguktól, de hogy értelmet nyernek a dolgok. Tehát például számomra például ez a dolog, ezt soha nem tudtam sehova rakni ezt a dolgot, hogy miért így van leírva a Bibliában, hogy teremtette az eget, hogy elválasz a boltozatot, hogy elválasz a vizeket a vizektől, és hogy ennek meg mi értelme, hogy ez miért írja ezt, ez tiszta hülyeség, miért írja ezt, hát lehet nézni, kint van a sötét űr, ott van marha messze a nap, stb. És amikor ugye meglátja, és vannak olyan dolgok, amiket mindig gyönyörködtem benne, de nem jutott el. Tehát nem jutott el az agyamig. A szememmel láttam, és gyönyörködtem benne, csak amikor az embernek az indoktrináció, az kompartmentalizálja az agyát, akkor nem veszi észre. Akkor ott vannak a napnak a krepuszkuláris sugarai, ugye? És egyszerűen, hogy ez hogy? Hogy létezik? Hogy létezik az, hogy a felhőknek megvilágítja a nap a félig, vagy még nagyobb mértékben felénkeső oldalát. Hogy világíthatja meg a nap a felhőnek a felénkeső oldalát? Ez hogyan létezik?
Ez hogyan létezik, hogy a nap 93 millió mérföldre van, nagyságrendileg 150 millió kilométerre, a felhők azok meg itt vannak tőlünk néhány ízére, néhány kilométerre. Ez hogy létezik? Igen. És megint onnan kanyarodtam ide. Igen, hogy vannak ezek az érvek, ismerem ezeket az érveket, meg minden, de ezeket mind adekvát módon, most nem azt mondom, hogy ez mindenféleképpen mindenki számára kielégítő, de a Matrixon belül maradva adekvát módon meg lehet ezeket válaszolni. Hogy Isten megtiltotta a kezdettől fogva, hogy bizonyos dolgokat az emberek csinálják, és ő nem mondta azt, illetve vannak olyanok, ami magától értetődő. Tehát az, hogy az ember nem követel bestialitást, tehát az, hogy nem hág meg, vagy hágatja meg magát állatokkal, vagy állatokat. Igen, az is, hogy például nem áldozza föl a gyerekeit a siker érdekében, ez egy normális kultúrában ez magától értetődő volna. Most ezek a kultúrák viszont mindenféle ilyet megcsináltak. És én nem azt mondom, hogy mindenre tudom a választ, de azt mondom, hogy a Matrixon belül maradva ez egy adekvát válasz. Tehát ez... Az, hogy itt ez a genetikai tisztaság megőrzéséről szól gyakorlatilag, és az emberség, mint olyan. Ugye nem csak morálisan, hanem genetikai értelemben is az emberségnek a megmaradásáról, mint olyan. Jó, tehát én szerintem ez nem összeegyeztethető a Biblia istenképpel. A végtelen intelligencia éppen azért összeegyeztethető, mert tehát vannak olyan dolgok, amelyeket mi úgymond magunk fejével nem tudunk fölfogni, de hogyha elég sokat gondolkozunk rajta, és elég távol úgymond lépünk az egésztől, és nem érzelemből közelítjük meg, hanem pragmatikus módon, akkor valahogy mindig azt találjuk végül, hogy basszus kulcs, most már értem. Tehát nekem mindig ez az élményem. Következő. Remélem egyszer azt is megérted, emlékeztetül írom le ismét, hogy a Biblia lényegét tekintve mitológia, mitoszok, vagyis meseszerű elbeszélés egy gyűjteménye. Én azt elfogadom, hogy valaki nem hisz például a föltámadásban, nem tud hinni a természet fölötti gyógyulásban, nem tud hinni a csodákban, ilyesmi, ezt el tudom fogadni, én csak azt mondom, hogy azért, mert ő ezt nem tudja elfogadni, ez nem falszifikálja a Bibliának az állítását, egyáltalán a csodáknak a lehetőségét. Tehát ez egy nagyon súlyos logikai bukfenc. Tehát azért, mert én nem fogadom el, vagy én még ilyet nem láttam, az nem jelenti azt, hogy ilyenek nem léteznek, mert van egy csomó más ember, aki meg látott ilyeneket. Az, hogy rengeteg csalást is láttunk, úgymond például a gyülekezetekben, ilyesmi, az nem jelenti azt, hogy ilyenek igazából nem léteznek. Igen, tehát ilyenek vannak, tehát történnek csodák, régen is történtek, most is történnek csodák. Az a baj, hogy azt nem fogjuk sokszor, tehát hozzá vagyunk szokva, úgymond a mindennapos csodákhoz, és ezért a nem mindennapos csodákkal kapcsolatban nagyon szkeptikusak vagyunk. És szerintem egy nagyon komoly trauma is benne van, nem akarunk újrond azon az érzelmi, hogy hívják van átesni, azon az érzelmi, hogy mondjam, traumán, nem akarunk megint átesni, hogy elhiszünk valamit, mert el akarjuk hinni, és akkor utána egy borzalmas csalódásom is. Nagyon, tényleg nagyon súlyos, én ismerem, tudom milyen, tehát nagyon súlyos csalódást tud ez okozni. És akkor így védjük be magunkat, hogy akkor tényleg az ilyen tamási álláspontra helyezkedünk, hogy hiszem, ha látom, az kész. És addig nem hiszük el. Hát én most őszintén, ha néha én abba belegondolok, szóval, hogy ez mennyire megdöbbentő. Ugye most akkor nem is csak akarom azt mondani, tényleg, hogy az ember hancudozik egyet az asszonyon, meg minden, és 9 hónap múlva pedig egy saját identitással, saját akarattal. Igen, és egy teljesen új kis lény kibújik belőle, aki egy ilyen kompozit kvázi valahogy, valamilyen értelemben a két szülőből, de mégis úgy, hogy akárhányszor ugye az ember ezt megcsinálja, mindig egy másmilyen valaki jön ki onnan. Tehát ez annyira, hogy mondjam, számomra ez ha valami, és az, hogy nem nő meg, egyszerre nőnek mondod, a jobb lába, a bal lába, ugyanolyan mértékben, egyszerre nő az összes ujja, ugyanolyan mértékben, egyszerre nő a két füle, a két szeme, ugyanolyan, hogy hívjákban, ugyanolyan tempóban, stb. És hogyha ez nem csoda, akkor micsoda az? Értitek? És az, hogy honnan lett ez a kisgyereknek, hogy hívják, olyan tempóban tud fölfogni dolgokat, megérteni, összerakni, kombinálni, stb., hogy ez mi elképesztő. Honnan van mindez? És csak azért, mert én a lefeküdtem az asszonnyal. Értitek? Tehát ez hogy? És akkor, de mondom, ha csak azt megnézzük, hogy itt vannak, ugye én szórakozok ilyenekkel, hogy kikeltetek izéket,
mire hívják keltetőgéppel, tojásokat, és hogy tényleg az van, hogy kell hozzá 21 nap. Tehát kimész a hüzébe, összeszeded, amit a tyúkok éppen ott tojtak, stb. Beteszed ebbe, hogy hívják be, jó, hogyha olyan tyúkod van, amelyik kotlós, vagy mit tudom én, és hogyha olyan az idő is, meg megfelelők a körülmények, ez leginkább ugye fajta függő, akkor azok is kiköltik maguk, és ugye az a legjobb. De hogyha nem, akkor te saját magad megnézheted azt, hogy 21 nap elteltével ki fognak bújni bele a kis csibék. És ott bújnak ki a kis csibék egy olyan tojásból, ami benne volt a tojásfehérje, meg a tojássárga, az viszont látás. Így látható szinten. És utána azért, mert megfelelő hőmérsékleten vannak tartva, és időnként ugye naponta néhányszor ugye meg vannak billegtetve, vagy forgatva ezek a tojások, ezért a 21 nap elteltével csirkékről beszélünk, kibújnak belőle a kis csibék. Ez elképesztő, ez egy olyan csoda, hogy ez nem igaz. De hozzá vagyunk ehhez szokva, a hétköznapi csodákhoz, és ezért az úgymond nem megszokott csodákkal kapcsolatban, meg aztán ott okoskodunk, hogy olyan nincs is. Igen. Mondom, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a Biblia az meseszerű, meg mitológia, gyűjtemény, mit tudom, én elmondanám, mondom, ha utánunk élne, most tegyük föl, bekövetkezne az, ami egyébként, hogy mondjam, racionális értelemben nézve lazán bekövetkezhetne minden további nélkül bármikor, úgymond, hogy lenne egy olyan háború, hogy itt a földi élet az ellehetetlenülne például. Tehát egyszerűen véget érne a földön az élet, mint olyan. Ez is benne volna a pakliban emberileg nézve, az is benne volna a pakliban emberileg nézve, hogy a Roundup, meg az alumínium, tehát a glifozát, meg az alumínium, meg az elektromágneses sugárzás, tehát az a 5G tornyok, stb. Sok minden ilyen dolognak az együttes használata miatt úgymond az emberiség rövid időn belül kihal. Ugye? És tényleg csak néhány ilyen ponton megmaradnának ilyen emberek, ilyen hogy hívják, akik tényleg minél távolabb elmentek ezektől, és akkor azok újra elkezdenék szépen lassan benépesíteni a Földet, és megtalálnak ezeket a könyveket, amiket itt az iskolában tanultak a gyerekek, és azt mondanák, hogy ezeknek az emberek van nagyon-nagyon furcsa eredet mitoszuk volt, hogy azt hitték, képzeljétek el, mondanák egymásnak, ezek azt hitték, hogy azértől származnak, majmoktól származnak. Még azt hitték, hogy az emberi élet az véletlenszerűen jött létre, úgymond, a random ilyen mutációk eredményeképpen jött létre. Azt mondják, ezek teljesen meg vannak bolondulva, ugye? És nézzétek meg, hogy mit műveltek a Földdel, nézzétek meg, hogy mi szemetet hagytak ki itt, azért mit gondoltak ezek az emberek? Ezek nem gondoltak a jövőre, nem gondoltak arra, hogy a gyerekeik is szeretnének esetleg élni. Értitek? Tehát én számomra ez a megdöbbentő, hogy annyira okosnak hiszük magunkat, és annyira azért fejletnek, meg annyira mi tudunk mindent, azok meg nem tudtak, a miénk azért a modern tudomány, azok meg a minden, amit korábban léptek, az mítosz. Tehát helyezzük ezt perspektívába. Tehát nézzük azért ezt meg, hogy tehát mindent... Tehát ez egy rendkívül súlyos egocentrizmus szerintem egyébként. Az egyik legsúlyosabb itt, mi az hiba, amikor az ember... valamit, hogy mondjam, bizonyítani, falszifikálni, akar egyáltalán a valószínűséget megállapítani. Ez nagyon-nagyon súlyos hiba. Tehát, hogy ilyen nagyon, hogy hívják, nagyon-nagyon ego, nagyon a saját magunkból indulunk, teljesen egocentrikus a világnézetünk. Tehát most azért, Magdága Attila, mert azt mondod, hogy tele van természet fölötti meseszerű történésekkel, hát maga az, ami mindennapi életünk, az egy természet fölötti meseszerű történés. A mindennapi életünk az az. Illetve egy több népcsoport eredettörténés, istenség elképzelés az adott kor kollektív emberi tudatállapotának megfelelően. De megint benne van ez az implicit állítás, hogy hát azok az emberek, ugye hát azok az emberek nem voltak túl okosak, mi okosak vagyunk, ők nem voltak nagyon azok. Tehát az ő adott kor kollektív emberi tudatállapota, nem azok ilyen nagyon primitívek, műveletlenek voltak, bezzeg mi. Ugye? Csak éppen tényleg egy paraszt hajszál válasz bennünket konkrétan el most attól, hogy kinyírjuk magunkat úgy, ahogy van, míg azok az emberek olyan építményeket hoztak létre, amiket mi ma nem tudnánk létrehozni, vagy nem akarunk létrehozni, és olyan gyönyörűek és lélegzetelállítóak, és de úgy hozták létre, hogy fogalmunk sincs, hogy hogyan, mert nem szennyezték szét mindenféle, nem hagyták hátra azokat az eszközöket, amiket csinálták. Vagy ha igen, akkor azt, hogy a Smithsonian múzeumban van. Eldugva valahol, mint olyan sok minden más.
Ott tartottunk, igen. A nyelveken szólást ugye az apostolnak vélt emberek kezdték el az írások szerint bemutatni. Jó, mi pedig kötelezően elkezdjük halandzsázni, ezzel teljesen egyetértek. Hogy ezt betöltsük, a kézzelátétel való beteg gyógyítása, örökűzés, hallottak feltámasztása, stb. Pedig a misztikum népi népmese főhőse ígérte nekünk. Hát ugye Jézusos le van írva, hogy volt olyan, hogy valahol nem tett sok csodát az a hitetlenségük miatt, volt, ahol megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, volt olyan Péter is, hogy ránézett, és látva, hogy van hite, azt mondta, hogy hát mindenki ilyen értelem, most ez biztos tetszeni fog neked, Attila, hogy a saját valóságát teremti meg, ugye jó kis ilyen New Age-es, igen, hogy hívják, mindenki megteremti, mindenkit körülvesz egy olyan buborék, úgymond, ami az ő saját identitása, meg a világról alkotott elképzelése, úgymond az, mint egy aura körülveszi az embert ez, és én most nem akarok azzal dicsekedni, hogy engem mit vesz körül, mert engem borzasztó rossz nekem ilyen értelemben, úgymond most ez az ilyen, ami engem körülvesz. Igen, tehát ezen lesz mit dolgozni, meg van mit dolgozni, de hogy minden ember körülvesz egy valami olyas valami, ami lényegében az ő gondolkozásából, a szavaiból és a tetteiből következik, és őt körülvesz, és akárhol az ember úgymond így föltűnik, akkor ezt hozza magával, és ezt a többi emberek ezt érzékelik, ezt a valóságot, amit körülveszi. Hogyha most ez a valóság, az ember így körülveszi, ebben nem fér bele a csoda, akkor ővel nem fog csoda történni. Ez ennyire egyszerű. Nem, tehát Isten nem erőszakos ilyen értelemben az átlag emberrel. Ja. Nem tudom, lezár ez a telefon, nem igaz, már pillanat. Igen. Sőt, azt véltem mondani, sőt, azt is mondta, hogy még ennél nagyobb dolgokat is fogunk cselekedni az ő nevében. Például azt mondjuk egy hegynek, menj odébb, és ha valóban hiszünk benne, hát az odébb áll el, és akkor itt egy ilyen röhögő. Hát legyen mindenkinek az ő hite szerint. Én nem tartok itt, de én tudom, hogy ez elérhető. Ezt tudom, hogy elérhető, én nem értem el. Tehát van erről is feljegyzés egyébként, hogy volt egy ilyen a muszlim hódítás során, valahol a közel-keleten, most meg nem mondom, és rendes van egy ilyen, erről egy feljegyzési, korabeli feljegyzés, hogy volt egy ilyen, egy félszemű, egy ilyen varga, vagy cipész, valami ilyesmi, aki mindegy. Szóval van erről feljegyzés, hogy ilyet megcsinált egy ember konkrétan. Amikor voltak, jöttek ugye ezek az arab hódítók, tehát ugye ezt megcsinálták, és ahogy egy ilyen, hogy hívják, elállítottak egy ilyen keresztény falut, egy ilyen közösséget, egy ilyen, talán nem is tudom, hogy a Marco Polo utazásaiban van leírva, nem emlékszem pontosan, hogy hol. Tehát, hogy volt egy ilyen, és ez a közösség megvolt egészen most az arab tavaszig bezárólag. Azt hiszem, akkor, ha jól tudom, akkor gyakorlatilag azt kinyírták az ottani embereket, vagy elüldözték őket onnan. De ez év, nagyon hosszú évszázadokon keresztül ez megvolt, ez a közösség, ahol volt erről egy ilyen, hogy volt egy nekik egy ilyen ünnepük minden évben, amit úgy ünnepeltek meg, hogy az volt az ünnepnek a neve, hogy a nap, amikor a hegy elmozdult. Igen. Na, tehát most azért, mert most ez így nagyon viccesen hangzik, és azért, mert ezt nem látjuk ma, hogy mondjam, tömegméretekben, elmondanám, most mondok egy példát. Tehát most már ez nyílt titok, vagy nem tudom mennyire titok, de ugye a feleségem, hogy afrikai az ő hazájában, ez egy minden nap, nem a hegymozgatás, de az, hogy elmennek a vizének, például vannak ilyenek, akik a téglákat vetnek, minden. Ott van én, hogy esős évszak, és van, hogy száraz évszak. Ugye? És ugye ez a kettő van, ez ugye van két hosszabb ilyen esős évszak, és a többi az meg száraz. Egyébként ez körülbelül így van valahogy. Na most ott vannak ilyen téglavetéssel foglalkozó emberek, akik hagyományos módon csinálják ezeket agyakból, stb. És ugye akkor van, hogyha jönnek egy jó kis zuhai, amikor éppen ők elkészültek a téglákkal, és készülnek kiégetni, ez marhára nem jön jól. Ilyenkor azt csinálják, hogy elmennek a vizéhez, rosszul számolták ki, vagy úgy jött ki a lépés, hogy jön a hamarosan az esős évszak, vagy bármi, biztosra akarnak menni, elmennek a varázsló doktorhoz, az csinál néhány dolgot, és nem fog esni addig eső, ameddig ott azon a helyen, ameddig ők ki nem égetik a téglákat. Ez így működik Afrikában. Így, hogy mondom, most ezen lehet röhögni rajta, meg lehet gúnyolódni, meg mit tudom én, elmondanám, hogy ezek a dolgok működnek. Ezek a dolgok működnek, és itt, ami nyugati civilizáción csak annyiban különbözik ezektől a tradicionálisabb civilizációktól, hogy itt mi ezek a rituális, meg a verbális mágiát,
A rituális mindenféleképpen, de a verbális meg, igen, még azt is nagyjából meghagyjuk az uralkodó elitnek. Azért ők elhitetik velünk, hogy ezek a dolgok nem működnek, és mi gyakorlati materializmusban éljük le a sanyarú sorsunkat, miközben ők pedig masszívan élnek, úgymond a mágiának mindenféle fajta eszközeivel. Ez a különbség. Ott nincsen egy ilyen oktatási, úgymond sok ilyen országban, nincsen ilyen oktatási rendszer, ami kiöli az emberekből ezt a fajta hitet, vagy ezt a fajta tapasztalatot, úgymond. Ott viszont ez az életnek a része. Tehát tudnak az emberek ilyenről, tudják, hogy ez működik, stb. Jó. Amikor látjuk a Szent Szellem különféle színházi megnyilvánulását ma, az mind az igének való megfelelés vágy, az egyszerű emberileg Istennek való megfelelésének vágy, a megnyilvánulásai eltorzulva. Nem mindig, ebben van olyan is, amikor szerintem egy másmilyen, én ezt így érzékelem, vagy így látom, egy másmilyen szellem nyilvánul meg az emberben. Tehát nem, létezik olyan. Tehát mondom, én annyi ilyet láttam még a Budapest sportcsarnokban, hogy emberek behunyt szemmel, égnek emelt karokkal, és égnek szemekkel, bezárt szemekkel, égnek szegezett fejjel, meg karokkal, úgy rohantak körbe rohanták a csarnokon a küzdőterét, de úgy, hogy végigbe volt hunyva a szemük, meg rángatóztak, meg minden teljesen hát lehetett látni, hogy tényleg egy megszállott állapotba kerültek, és úgy futották körbe, hogy nem mentek neki semminek. Tehát ott tényleg egy szellem, valamiféle szellem átvette rajtuk az irányítást. A nagy kérdés az, hogy ez milyen szellem volt. Ugye ez a kérdés. Azt mondja, abban nem vagyok biztos, hogy Jézus egy csaló gazember szélhámos volt-e, vagy egy híres és bölcs tanító, aki köré egy vallást és istenség bálványt építettek fel utólag, de inkább hajlok az utóbbi felé. Szeretném elmondani, hogy ez logikailag három lehetőség van, és nem én vagyok, aki ezt kitaláltam, meg ezt összeraktam. Vannak nagyon okos emberek, akik ezt összerakták. Tehát az alapján, amit Jézus tett, és amit mondott, három lehetőség van. Jézus vagy őrült volt, vagy szélhámos, vagy Isten fia. Nincs más lehetőség. Tehát nem, aki azt mondja, hogy egy ilyen nagyon okos és bölcs, és nem tudom milyen tanító volt, stb., az maszatol. Az maszatol, és azért engedi ezt meg. Tehát ez az úgynevezett gatekeeper-ök. Tehát aki úgy csinál, mintha megengedne, de igazából nem enged be. Úgymond úgy csinál, mintha elismerni az igazságot, de igazából még az igazság felismerése előtt még pont megállít a kapuba, hogy ne tudjál bemenni az igazságnak a birodalmába. Tehát az alapján, amit Jézus mondott, és amit tett, az alapján ki lehet azt jelenteni, hogy Jézus, három lehetőség van. Jézus vagy őrült volt, aki nem tudta, hogy mit beszél, vagy szélhámos volt, aki pontosan tudta, hogy mit beszél, de nem mondott igazat, vagy tudta, hogy mit beszél, és igazat mondott, ergo Isten fia volt. Ez ennyire egyszerű, nincs más lehetőség. Ez pusztán logikailag mondom. Tehát ez maga Jézusnak a tette, és a szavai nem engednek meg más logikai lehetőséget, ezt csak mondom. Tehát ez tiszta logika, ez pártállástól, meggyőződéstől függetlenül, ezt logikai alapon ki lehet jelenteni. Oké, tehát nem két lehetőség van, hanem három. De az általad felsorolt két lehetőségből, ugye az egyik logikailag nem is lehetséges. Szép, boldog, tavaszi ébredést kívánok neked és szeretteidnek, jó egészségben, nagyon köszönöm. Van még, biztos, hogy van egy csomó dolog, amiben kapcsolatban meg föl kell ébredni, vagy legalább nem tudom, hogy mennyi, nyilvánvalóan remélhetőleg egyre kevesebb, de hát ugye ez egy folyamat mindenkinél, azért csak eltöltöttem 4 évtizedet ebbe az egészbe, igézetben. De szerintem egyre inkább azt látom, hogy az tud segíteni az embernek, hogyha nyilvánosan kimondja és fölvállalja a tévedéseit, és akkor akinek van, annak még adatik, nem tudok. Egyre inkább ez a benyomásom, hogy ennyi forrom van mindenki másra szemben. Olyan értelemben egy hozzáállás szintjén. És azt javaslom kéretlenül, ez tök szimpatikus, hogy ezt mondja, hogy kéretlenül, tehát hogy nem, igen, ez így korrekt, ezt szeretem az ilyet, hogy törődj még többet magaddal, feleségeddel, gyermekeiddel, teljesen igazad van. Élj a mostban, mert minden nap ajándék ezen a csodálatosan gyönyörűséges földi létezésben. Hát bár így volna, hogy csodálatosan gyönyörűséges volt, itt van egy ilyen aspektus mindenféleképpen, de azért Mózesnek is igaza volt, amikor azt mondta, hogy hát a nagyobb része az tényleg küszködés és szenvedés. Hát az is megvan, hogy sovárogva várja az Isten fiának a megjelenését, úgymond a teremtés, mert sóhajtozik és nyög. Tehát azért csak benne van az elmúlás, csak benne van a szenvedés, csak benne van az önzés, a világban, az emberi létezésben is, még az állati, még a növényi létezésben is,
valahol, tehát megvan a szimbiózis, de hát azért csak vannak ragadozó állatok, ugye csak vannak, csak történnek, hogy mondjam, tragédiák. Ja, az önzés talán az egyik legfájdalmasabb dolog, majd a rossz indulat nyilván. De amúgy egyetértek, tehát hogy az embernek igyekeznie kell, ugye rosszért rosszal nem fizetve, ugye ez sokszor nem egyszerű, hanem Istenre hagyva a bosszúállást, vagy ha a gondolom, akkor neked ez jobban megfelel a karmára, hagyjuk a karmára. Ha el nem kukacszuk, igen. Hát igen, ebben igazad van, ebben teljesen igazad van. De nagyon köszönöm, én nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy amit tudunk egymással beszélni, addig jó. És ugye nem értünk egymást, és mit tudom, egy kicsit cikizünk is egymást, inkább az legyen, inkább beszélünk egymással. Legyen az, hogy inkább beszélünk egymással. És oké, na, köszönöm szépen, minden jót neked is, Attila. Legyen szép tavaszod, aztán szerintem az is valahol egy idő, hogyha mi a fene, tehát hogyha azok, amiket átmentünk, ez is valahol egy egocentrizmus, az, hogy átmentünk valami, ugye te mondtad korábban, hogy egy ilyen pillanat hevében úgymond egy ilyen pszichológiai okoknál fogva, úgymond elmondtad ezt a megtérő imád, stb., és akkor utána jött ugye a keserű ébredés. Tehát én úgy vagyok vele, hogy tudni kell távolságot tartani valamilyen szinten a saját tapasztalataitól, meg a saját érzelmeinktől is, és talán ez valamilyen szinten, tehát azért, mert mi nagyon üzén átértünk valamit, és emiatt nagyon csalódottak vagyunk, ez nem jelenti azt, hogy akkor teljesen át kell állnunk úgymond az ellenkező oldalra, vagy oda kell állnunk arra az oldalra, ami nekünk ekkor a csalódást okozott a legvéres szájukban, vagy legvéresebb szájjal támadja. Szóval ez nem magától értetődő feltétlenül. Tehát pontosan, ahogy mondjam, különösen ezek a úgynevezett social constructionist emberek, ők azok, akik pontosan erre építenek. Tehát, hogy traumatizálni egy komplett népcsoportot, vagy egy komplett társadalmi réteget, és aztán az ő bennük kialakult traumát és az erre adott válaszreakciót az becsatornázni abba egy olyan cél érdek megvalósításába, amit ők kívánatosnak tartanak. Tudom, hogy nem egyszerű, nem könnyű. Ez az embernek az a legkönnyebb, hogy azt mondja, hogy engem már pedig ilyen és ilyen, hogy hívják, ért, ilyen és ilyen trauma ért, és tessék engem izélni kárpóton, és dögöljön meg mindenki, aki ezt csinálta. Ez a legkönnyebb. Ugye itt azzal is ugye érdemes számolni, hogy nem mindig tudatosan csinálták, nem mindig tudatosan történtek ezek a dolgok. Van tudatos rossz indulat, tehát létezik olyan, és megáltalkotott rossz indulat, létezik sajnos ilyen is. Ja, na jó, hát köszönöm minden esetre. Mondom, én úgy vagyok vele, addig, amíg tudunk egymással beszélni, és őszintén tudunk egymással beszélni, akkor el tudunk valahova jutni. Engem még az is kevésbé zavar, hogyha valaki tényként mond olyan dolgokat, ami az ő gondolata, az ő meggyőződés, azok a tényként prezentálja, de legalább nem gúnyolódik. Szerintem az ilyen emberekkel tudok mit kezdeni, úgymond. Mert ez akkor legalább vitázunk, és nem pedig személyeskedünk például. Na jó van, akkor hát üdvözöllek Attila nyilván, és mindenki más is, aki esetleg az Attilához hasonló véleményen van ezügyben. Nem mondom azt, hogy hogy értek minden, de igyekszem megérteni nyilván. Sziasztok!